Megérkeztünk Sárszentlőrincre, páratlan kulturális örökséggel rendelkezik ez a település itt Tolna megyében. Ha csak annyit mondok, hogy I.S. Gyula, Petőfi Sándor vagy Lázár Ervin, talán még önök is lehet, hogy fejből tudják azoknak a köteteknek az oldalszámait, amit kedvenc versük vagy esetleg történetük tartalmaz. Egy érdekesség Lázár Ervinről, hogy miután megkapta a Kossuth díjat és ezzel együtt 20 millió forintot, Sárszentlőrincen szerettek volna feleségével, illetve Lázár Ervin szeretett volna itt egy házat venni, hogy végleg letelepedjen, de ezt felesége megakadályozta, mert hogy tudta, hogy Sárszentlőrincen is mindenki nagyon-nagyon szereti Lázár Ervint, és hogyha csak végig ment a főutcán, akkor biztos, hogy minden házból kidugták a fejüket a szomszédok, és mondták, hogy Ervinkém, gyere be egy pohár borra, és így tovább, és hát ugye ezt a feleségem szerette volna. Végül így aztán nem Sárszentlőrincen vettek házat, de így is nagyon-nagyon fontos részét képezte Sárszentlőrinc Lázár Ervin életének. Sárszentlőrinc már régóta lakott területen fekszik. Lakóira a korai időktől érvényes a széleskörű tájékozódás és az eseményekkel, szellemi áramlatokkal való érintkezés egyre gyakoribbá vagy állandóvá vált. Éppen ezért azt mondják, nem is paraszti, sokkal inkább a polgári világot tükrözték mindennapjaikban. 1722-ben települt ide 8 evangélikus család Győrkönyvből a papjuk vezetésével, Szenecei Bárány Jánosnak hívták a lelkészt, és akkor itt vetőmagot, adómentességet kaptak, és így telepítettek meg ezek az emberek. És így történt, hogy az évtizedek folyamán egy evangélikus hitű falu építkezett, majd 2000 fővel élt a falu együtt, és rengeteg hírességet adott a hazának. Kezdve attól, hogy maga Szenecei Bárány János is nagy ember volt, akkor Nagy István lelkészként, az egyházmegye püspökeként is dolgozott. Aztán Balassa János itt volt lelkész, és most több mint 200 éve ünnepeltük a fiának, Balassa János orvosprofesszornak a születését, tehát ő is itt született. A Petőfi Emlékházba vagyunk, amely 1800-as évek környékén épült műemlék jellegű épület. Érdekessége az, hogy Petőfi ide járt Sárszentlőrincre algimnáziumba, és ebbe a házba volt kosztos diákként elhelyezve a jegyző úréknál. A szomszédos szoba volt az ő szobája, és közvetlen ott az ablak alatt állt az ő ágya másik két kosztos társával együtt. Sokan nem tudják ezt a kosztos diák kifejezést, hogy mit is jelent. Nem volt az akkori gimnáziumnak kollégiuma, ezért a gyerekek a helyi családoknál voltak elhelyezve kettesével, hármasával, és pontosan ezt tette lehetővé azt, hogy ugyan falun voltunk, de mégis egy polgáriasabb település volt Sárszentlőrinc, hiszen az asszonyoknak nem kellett kint a földeken dolgozni, mert a gyerekeket várták haza az iskolából, főztek, mostak rájuk, és hát azért, ha bevalljuk, 10-12 éves gyerekeknek a pótanya szerepét is az itteni asszonyok töltötték be. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Petőfi itt volt nálunk 2 évet, és pont azt a 2 évet, amit gyerekként messze az otthonától, de mégis nagy szeretetbe itt töltött Sárszentlőrincen, sok emlék maradt fönn utána, és ezek az emlékek találhatók tulajdonképpen itt ebbe a múzeumba. Úgy szoktam mondani a látogatóknak, ez az első terem, ez a gyermek Petőfiről emlékezik meg, iskoláit követhetjük nyomon itt a falon látható fotográfiák segítségével, illetve láthatjuk azt az eredeti íróasztalt, amelyik a jegyző úr íróasztala volt rajta azzal a számadókönyvvel, amit a Petrovics családtól kapott forintba kifejezett összegbe, hogy mennyit is fizettek érte, hogy itt kosztos diákként élhetett. Következő kiállító terünk az az ifjú Petőfiről emlékezik meg. Látható egy színpad,
amely a régi kocsmák hátsó szegletébe volt elhelyezve, és ugye vándor színészként, tudjuk Petőfiről is, hogy vándor színészként több környező településen is fellépett, és hát ilyen kis eszkábált színpadokon léptek föl az akkori színészek. Petőfinek nagy tehetsége volt a szépíráshoz, és nagyon jól rajzolt, és ezt sokan nem tudják róla, úgyhogy a plakátokat is vele szokták megrajzoltatni, illetve megiratni, hogy melyik szerepbe kilátható, melyik színész mit játszik. Nagyon érdekes hangulata van az egész épületnek, fantasztikus, megelevenedik egy egész régi kor, és valóban tényleg nem csak korok, hanem emberek, szellemiségek kapcsolódnak össze, és érnek össze a Petőfi Emlékházban. Például ez alatt a körtefa alatt, ahol most állok, ebből a körtéből még Ije és Zsulia is falatozgatott vélhetően, ennél a kőasztalnál, amikor most így hanyagul nekidőltem. Sajnos búcsúznunk kell most mégis a Petőfi Emlékháztól, de nem is annyira sajnos, mert hogy Lázár Ervin nyomába eredünk, jöjjenek velünk továbbra is. A kiállításunk egyik legértékesebb darabja látható itt mellettem. Lázár Ervin dolgozó szobájából került ide ez az íróasztal, ez az ő íróasztala. Rajta látható az az írógép ideál típussal, ahol rengeteg mese született és nagyon sok gondolatot jegyzetelt mellette írónk. És az a Lónyai utcai dolgozó szobának az ablaka illusztrációként itt a falon, a szomszédos épületnek oromzatával, amire ő kiláthatott, miközben a gondolatok ott kószáltak a fejében, úgymond. Hogy ennyire személyes a kiállításunk, azt Vati Zsuzsának köszönhetjük, hiszen ő ajánlotta fel ezeket a kiállítási tárgyakat, és hogy ennyire személyesek, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az a ruházat is itt van, amiben Lázár Ervint ismerték az itt lakók. Úgy szoktuk mondani, és akkor polgármester úr biztos mosolyogni fog, hogy a nagyszívű lancmók, így hívták az itteni ismerősei. Azt hiszem, hogy ebbe úgy minden bent van. Nem szerette a szép ruhákat, nem öltözködött különösebben divatosan. Minden nagyképűség nélkül azt állította, hogy ő Lázár Ervin, és megteheti, hogy nem öltözi túl magát. A nyakkendők sem véletlenül vannak ott a kis ládikó mellett, hiszen ő nem szeretett nyakkendőt használni. De hogyha megismerkedett valakivel, akkor kezet fogott, bemutatkozott, és megkérdezte, hogy adsz-e a nyakkendődből. Hogyha az illető kivágott belőle egy kis darabot, hát az is jelentett valamit a jelleméről, és ha kiakasztotta a nyakkendőt a nyakából, és úgy adta át, az is jelentett valamit. Aztán a történelem nem hazudtolja meg önmagát, ezből a nyakkendőkből egy kiállítás is nyílt, és bizony elég nagy emberek neve is szerepel úgy, hogy egész kicsi ficni nyakkendő van csak fölötte. A Sásszentlőinc mellett található Fürdős kúriához érkezünk meg. Fürdős István 1848-49-ben Torna megye Alispánja volt, családjával ebben a házban éltek. Az épületet mondhatni a 24. órában sikerült megmentenie a Szentlőrinci önkormányzatnak, mikor úgy döntött, nem hagyja, hogy az enyészeté legyen. Egy hosszú folyamaton vagyunk túl, úgymond. Körülbelül 5 évvel ezelőtt volt az első látogató, ha jól emlékszem, aki már itt is tudott aludni, és ebbe az átalakított Fürdős kúriába szállhatott meg. Most ezek az irodalmi emlékek arra késztetnek egy polgármestert, hogy becsüljük meg ezeket az értékeket, és ezek nyomán képzeljük el a falu jövőjét.